Éppen, hogy kiszabadult a börtönből, a hazafele tartó úton úgy gondolta, családtagjait meglepi valami ajándékkal. A férfi három dunaföldvári üzletbe is betért, ám az áruk egy részét a kosara helyett inkább a ruhájába és a táskájába rejtette. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta. A 43 éves gyöngyösi férfi zavart viselkedésével hívta fel magára az eladók figyelmét, akik értesítették a rendőrséget. Telefonon érkezett a bejelentés a dunaföldvári kollégák részére, hogy egy gyanúsan viselkedő férfi van az üzletsoron. Kollégáink személyleírás alapján igazoltatták a férfit, elszámoltatták, ruházat és csomagátvizsgálást hajtottak végre, mely során több termék került elő, amiről nem tudott elszámolni. Széleskörű adatgyűjtést végeztek a környező üzletekben, és kiderült, hogy három üzletből is hozott el új termékeket, hogy nem fizetett érte. A Heves megyei férfi 41 ezer forint értékben lopott illat és élelmiszereket a rokonok számára. A tolvajt előállították, aki a kihallgatása során beismerő vallomást tett, majd hazautazott. Az eljárás során kiderült, hogy több a Dunaföldvárihoz hasonló lopást is követett el más településeken, és ezért folytatólagos kihallgatására volt szükség, de az ügy pikantériája, hogy időközben ismét börtönbe került a január végén átutazóba lévő férfi. A gyanúsítotti kihallgatása során másodszor már nem tett vallomást. Az ügyben a vizsgálatot befejezték, visszaeső bűnözőként súlyosabb büntetésre számíthat.